Az Aquila párt gyakorlatilag sast jelent, de nem rossz értelemben, hanem egy krisztusi szimbólumot, ami a fényből leszáll, fölviszi a halat, és visszaviszi a fénybe. Gyakorlatilag erről szól a pártunk. Zászlajukra a teljes erkölcsi és szellemi megújulást tűzték ki. Jelszavuk szerint a legfőbb érték az ember, így programjukat is ennek megfelelően alakították. Legyen mindenkinek munkája, hogy reggel tudjon hova menni, hogy a depresszió, a 3,5 millió szegény megszűnjön, ami ma létezik, és békességet szeretnénk, ha úgy alakul, reméljük a dolgunk a parlamentben, hogy a pártok ne maguk között azon gondolkozzanak, hogy én. Az Aquila korábban egyesületként működött, szegények tanításával és elfekvő betegek lelki támogatásával foglalkoztak, és pártként is ezt teszik. Van egy gyűrünk a kezünkön, 16 éve Istennek fogadalmat tett emberek vagyunk, katolikusok, gyakorlatilag világi rendtagokból állunk. Tehát mi mögöttünk munka van, és eddig haldoklókat, és ma is azokkal foglalkozunk kórházba. Ingyen tanítottunk embereket 15 évig, nap heti 120 ember. Tehát mögöttünk munka van. A pártelnök azt mondta, esélyeiket nem latolgatják, hogy bejutnak-e a parlamentbe, azt majd Isten dönti el. 70 oldalas programjuk az interneten, a párt honlapján olvasható.